Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, Látók, szóljatok című sorozatunkban elérkeztünk az ószövetségi proféták életének, üzeneteinek tanulmányozása során az időszámításunk előtti 7.-6. századig. Abban a korban vagyunk, amikor a világ főhatalma, világbirodalma, új Babilónia, Nabukodonozor ennek a birodalomnak a feje, és abban az időszakban vagyunk, amikor a zsidó népet fogságba viszik. Az első fogoly csapatokkal időszámításunk előtt 605-ben érkezik Babilóniába Dániel három társával, Sidrákkal, Misákkal, Abednégóval, azokkal a héber ifjakkal, akik előkelő származásúak, és akiket maga Nabukodonozor király át akar nevelni arra, hogy tanulják meg a káldeusok nyelvét, gondolkodását, és majd ezekkel a fiatal emberekkel hajtja végre az ország gyarmatosítását, és felhasználja őket politikai céljai elérésének érdekében. Ebben az időszakban él tehát Dániel, akinek könyve a Bibliának egyik legrendkívülibb könyve. Mind a 66 bibliai könyv rendkívüli, mert mindegyikben találunk olyan kijelentéseket, olyan tanácsokat, amelyek mindenkor minden emberét útba igazították, és ma is útba igazítják. De Dániel könyve azért mégiscsak az egyik legrendkívülibb könyv. Igazat adhatunk Isaac Newtonnak, a híres fizikusnak, csillagásznak, aki a 18. században azt mondta, ő a híres Newton, az emberi történelem egyik legnagyobb gondolkodója, hogy aki Dániel könyvét nem ismeri, az a Bibliának és a kereszténységnek az alapjait nem ismeri. Egyébként Newton latin és angol nyelven írott kéziratos hagyatékából előkerültek művek, amelyek Dániel könyvét és a ráépülő jelenések könyvét magyarázzák. Newton tehát nem csak hatalmas tudós volt, hanem nagyon nagy profécia magyarázó is. De ha a képzőművészet történetéből vesszük a példáinkat, például megnézzük a római Sixtínát, és ott Michelangelónak a híres Dániel ábrázolását. Ez is nagyon rendkívüli, hogy Dániel, a fiatal ember ír egy hatalmas könyvbe, és a könyv alatt, amint látjuk, ott van egy mitológiai atlasz szobor, tehát atlasz nem a földgömböt tartja, hanem egy könyvet tart, amelyben viszont az egész földgömbnek, az egész földkerekségnek a történelme rögzítve van. Talán Michelangelo itt azért párosította a bibliai történelmet és a görög mitológiát, mert valami nagy horderejű dolgot akar gyorsan, röviden kifejezni. Tudnék azt, hogy Dániel könyvében valóban ott dobog az egész világtörténelem. Ha magát a szót, hogy világirodalom, például tudjuk, hogy Goethétől tanulta az emberiség, és Goethe alkotta meg ezt a Weltliteratur világirodalom szót, hát bizony a fogalmat, hogy a világnak van egy egységes, egységesülő történelme, ez Dániel próféta óta, tehát 2600 év óta tudhatjuk, hiszen az ő könyve van tele az egész világ történelmet érintő jövendőlésekkel. Egy másik képzőművészeti alkotásra tekinthetünk, ez Rembrandtnak az Angyal fölemeli Dániel prófétát című olajfestménye. Láthatjuk, hogy olyan súlyos kinyilatkoztatásokat vett át Dániel próféta, amelyeket Isten soha egy prófétára nem bízott az Ószövetségben. Dánielt úgy kell megtámogatni ennek az angyalnak, ennek a mennyei lénynek. Ugye az angyalok ugyanolyan személyek, ugyanúgy láthatókká is tudnak válni, noha legtöbbször láthatatlanul közlekednek a világmindenségben, és itt a földünkön is így végzik a szolgálatukat, de olyan megrendítő látni ezt az olajfestményt. Rembrandt kifejezte, hogy Dániel szinte összeroskad, összeroppan a jövőt érintő proféciák tanúbizonysága alatt. De ha már idéztem tudóst, idéztem a képzőművészet két óriásának, Michelangelónak és Rembrandtnak a véleményét, akkor hadd idézzem az irodalom történetet is, sőt ebből a magyar irodalomnak egyik rendkívüli versét. Volt olyan költőnk, aki főleg jelenések könyvével foglalkozott sokat, és ennek következtében, mint hogy jelenések könyve alapja Dániel könyve, óhatatlanul Dániel könyvére is utalást tesz, ha közvetetten is az a vers, amely most fel fog hangozni, Pilinszky Jánosnak az Introitus című verse.
hiszen Dániel nem csak történelmet ír a proféciáiban, ha valaki megérti a dánieli jövendőléseket, nem csak a történelemben lesz jártasabb, és látni fogja a történelem fő csapását, hanem jártas lesz abban is, amire az egész történelmünk kifut, amelyben az egész történelmünk végződik, és jártas lesz annak a tanításában is, aki a bibliai proféciákat komolyan veszi, aki az egész történelmet a kezében tartja, vagyis a sok kérdés után, amit Pilinszky János föltesz, megjelenik valaki, megjelenik az a valaki, aki az életét adta az emberért és az emberiségért, akinek a kezében jó és hiteles kezekben van a történelem, és aki egyébként a Dániel könyvére épülő jelenések könyve 6. fejezetében, ahogy látni fogjuk majd, a hétpecsétes könyvet kinyitja, és a hétpecsétes könyvből kiderül az egész történelmünk, a történelmünknek ismert vagy kevéssé ismert, elrejtett vagy kevéssé elrejtett jellege. Mielőtt Dániel könyvére, személyére, proféciáira térnénk, hallgassuk meg a 20. századi költőnk versét. Pilinszky János, Introitus. Kinyitja meg a betett könyvet, kiszegi meg a töretlen időt, lapozza fel hajnaltól hajnalig, emelve és ledöntve lapjait. Az ismeretlen tűzvészébe nyúlni kimerészel közülünk, s kimerészel a csukott könyv leveles sűrűjében, kimer kutatni, és hogy mer puszta kézzel, és ki nem fél közülünk, ki ne félne, midőn a szemét az Isten is lehunja, és leborulnak minden angyalok, és elsötétül minden kreatúra. A bárány az, ki nem fél közülünk. Egyedül ő a bárány, kit megöltek. Végig kocog az üvegtengeren, és trónra száll, és megnyitja a könyvet. Kedves hallgatók, vessük fel ezután a kérdést, hogy milyen korban élt Dániel próféta, hol kezdődik az ő küzdelmének a története. Most már ne általánosságban nézzük a kérdést, hanem a könyve tanúbizonysága alapján. Dániel könyve 12 fejezetből álló ószövetségi írat, nagyon könnyen átlátható a könyv szerkezete, az első 6 fejezet történeti rész, a második 6 fejezet, a 7-től a 12. részig csak profétikus rész. Természetesen már az első 6 fejezetben is, azon belül is a második fejezetben van egy hatalmas nagy profétikus rész. Mostani sorozatunknak ez a feladat, hogy ezt az első nagy profétikus részt megismertesse önökkel. De szeretnék olvasókat toborozni Dániel könyvének. Szeretném azt, hogyha a kedves tévénézők kézbe fognák a Bibliát, és elolvasnák ezt a könyvet. Nem olyan hosszú ez a könyv, az első 6 rész, amelynek sok története talán sokaknak a hittanoktatásból is visszaköszön, viszonylag ismertebb. A második 6 fejezete azonban a nagy ismeretlen, már a második fejezettel együtt, amely tehát a proféciákat tartalmazza. Az első 6 rész közül az első fejezet arról szól, hogy Dániel hogyan került a babiloni király udvarába társaival együtt, és mi volt az első megpróbáltatás, amit ott el kellett viselnie, el kellett szenvednie. Mint említettem, Nabukodonozor a maga szempontjából zseniális uralkodó volt, tehát ő a leigázott népeknek a felügyeletét, illetve a vezetését magukból, azokból a népekből nyert fiatal emberekre akarta bízni. Ezért a palotájában tanította őket egy több éves kiképzés során, sőt a saját ételeiből adatot nekik úgy rendelte meg az udvarmesterek fejedelménél, tehát hogy ami egy királyi és előkelő nevelésben részesítette a foglyokat, nyilván így akarta lekenyerezni, így akarta beépíteni őket.
Kedves nézőink, mint minden, ami a csúnya politikával és hatalomgyakorlással kapcsolatos, nem a 20. század találta ki, sem nem a 21. század fejleszti most ilyen borzalmas tökére. Elmondhatjuk Bölcs Salamonnal, hogy semmi új nincs a nap alatt. Régen már a régi hatalmak elnyomó gépezetei egy-egy vonását kitalálták annak, hogy hogyan kell a hatalmat céltudatosan és kegyetlenül használni. Amit később Machiavelli, vagy a 19.-20. század olyan nagy tökélyre fejlesztett, az emberek fölötti fölényeskedést, elnyomást, nagy embertömegek mozgatását, azt kell, hogy mondjuk, hogy már az ókori birodalmak kifejlesztették. Jelenések könyve 13. fejezete mondja azt, hogy az újkori birodalmak csak összesítették mindazt, amit ezek az ókoriak kifejlesztettek. De Dániel és társai itt mutatták meg azt, hogy mire képes a hit, mire képes a lelkiismeret, mire képes a meggyőződés, mire képes egy egészen más kultúra, egy egészen más életforma, amire őket otthon nevelték, elszakítva a családjuktól, a szüleiktől, a testvéreiktől, a hazájuktól, a nyelvüktől. Még új nevet is adott nekik Nabukodonozor, ahogy olvassuk Dániel könyve első fejezetében, de az ember lelkét nem lehet kicserélni, az ember személyiségét nem lehet összeroppantani. Van itt egy érdekes kijelentés, mindjárt hadd is olvassam a Bibliából, Dániel könyve első fejezetének 8. versétől, hogy mit is mond itt Dánielre a proféta, önmaga hogyan tekint vissza erre a megpróbáltatására. De Dániel eltökélte az ő szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével és a borral, amelyből az ivott, és kérte az udvarmesterek fejedelmét, hogy ne kelljen magát megfertőztetnie. És az Isten kegyelemre és irgalomra méltóvá tette Dánielt az udvarmesterek fejedelme előtt. Tehát látszólag egy kis megpróbáltatás, de az életben ezek az úgynevezett kis megpróbáltatások mégiscsak nagyok. Dániel azt mondta, és társaival együtt ezt fejezte ki, ő nem akar ugyanolyan életmód és életmód kultúra szerint élni, mint a babilóniaiak tették. Ő megelégszik a zöldség és gyümölcsfélékkel, nem kér húsokat, és megelégszik az étkezések után a puszta vízzel, nem kér borokat és szeszes italokat. Az udvarmesterek fejedelme persze megijedt. Úgy gondolta, mint azóta is, sőt ma is sokan a történelme, hogyha bizonyos dolgokat az ember nem vesz magához, akkor lefogy, lesoványodik, és ő az állásával játszott, tehát ő a király előtt kellett, hogy mutassa, hogy milyen jól tartottak ezek a héber ifjak, és mennyire jól megy a soruk. Ezért Dániel, hogy megnyugtassa az udvarmesterek fejedelmét, 10 napos választást, illetve döntést ajánlott, hogy 10 napig kapják azt az ételt, italt, amit ők kérnek, és majd tegyen próbát, hasonlítsa őket a többi ifjakhoz, és majd meglátja a különbséget. Milyen érdekes volt a felolvasott részben, hogy Dániel eltökélte magát a szívében. A Biblia szerint az embernek először értelmes gondolkodás után döntéseket kell hoznia, és a jó döntések után számíthat arra, amit itt a szöveg folytatódott, és ezt mondta, hogy az udvarmesterek fejedelme előtt az Isten irgalomra és kegyelemre méltóvá tette Dánielt és társait. Tehát először a jó döntések, és utána jön a segítség, és ez a sorrend soha föl nem cserélhető. Sajnos nagyon sok ember ma is ott hibázik, hogy azt mondja, hogy ha majd először megváltozik a körülmény, vagy hogyha látom, hogy milyen jó következik abból, amit én gondolok, akkor majd döntök emellett a jó mellett. Ez soha így nem jön létre. A Biblia erkölcsi világa szerint az ember értelmes, önálló, szabad választással rendelkező lény. Először dönteni kell, és a döntés után számíthat az ember arra, hogy az Isten megsegíti. Fordítva soha nem történik meg, hogy majd, ha az Isten megsegít, akkor döntök mellette. Dániel és társai az első próbatételen túljutottak. Ők bálványoknak nem akartak áldozni, hiszen minden ott felszolgált húst bálvány áldozatként vonultattak fel. Ők nem akarták áthágni a Biblia egészségügyi törvényeit, amelyek Mózes első könyve első fejezetétől fogva sorakoztak föl előttük. Ők az egészséges életmódra tekintettek,
párosították hitbeli meggyőződésüket és az egészséges életmódra vonatkozó meggyőződésüket, és ezen a próbatételen sikerrel túljutottak, mindenkinél egészségesebbnek, piros és telt arcúaknak találta őket az udvarmesterek fejedelme, úgyhogy belenyugodott ebbe a döntésükbe, és adta nekik azokat az ételeket, italokat, amelyeket kértek. De csak hamar jött a második próbatétel, és ez a Biblia szerint így is van minden egyes ember életében, hogy alig múlik el az egyik nehézség az életben, jön a másik, de nem kell megijedni, nem kell félni, mert ha az elsőben győztünk, vagy az előbbiben győztünk, akkor már jóval könnyebben vesszük az újabb akadályokat. Mi volt az újabb akadály? Egy ízben a király Nabukodonozor, tehát ennek a hatalmas világbirodalomnak a feje, álmot látott, és az az álom nagyon erősen hatott rá, amikor reggel felébredt, elfelejtette az álmot is, és természetesen így nem is tudta pontosan kibogozni, hogy mi is lehetett az álom értelme. Ám de nagyon sok varázslót, bölcset, tudóst tartatott az ő udvarában, ugye a papi rend és a jósok rendje rendkívüli módon kifejlett volt az új babiloni birodalomban, és hívatta ezeket a bölcseit, írástudóit, és kérte őket, hogy mondják meg az álmát is, és az álmának az értelmét is. Természetesen nagy volt a bölcsek felzúdulása, és mondták többször is a királynak, hogy király, mondd el az álmodat, és majd ha elmondod az álmodat, akkor megfejtjük az értelmét. De így ki tudja azt, hogy a másik ember elméjében mi történt, mi átszódott le, így nem tudjuk elmondani az álom értelmét. Nabukodonozor kikelt magából, és láthatjuk, hogy egy kemény keleti despota volt, fenyegetőző, azt mondta, hogy ha nem mondjátok meg az álmomat, nem mondjátok meg az álmom értelmét, akkor megöletlek benneteket, a házaitokat, a szemétdombá tétetem. Szóval igencsak kikelt magából, és a legkegyetlenebb büntetéssel fenyegetőzött. De másrészt azért láthatjuk, hogy Nabukodonozor a maga körén belül logikusan gondolkozott, mert azt mondta, hogy ha vannak istenek, akiket ti hirdettek, hát azoknak az isteneknek mibe kerül nektek megjelenteni, hogy én mit álmodtam, én egy földi halandó mit álmodtam, és megjelenteni annak az álomnak az értelmét is. Mivel azonban ez a kötélhúzás egy ideig folyhatott, és azután már nem, és dönteni kellett, és a bölcsek és a varázslók nem tudták az isteneiktől megtudni, mint hogy ugye a Biblia szerint nincsenek is istenek, nem tudták megtudni az álmot és az álom értelmét, közeledett annak az időpontja, hogy Nabukodonozor kivégezteti a bölcseket, kivégezteti ezeket a palotájában, ingyen élő, de nagyon jól élő nagy értelmiségi réteget. Igen ám, de ezek közé most már beletartozott Dániel, Sidrák, Misák, Abednégó is, ez a négy héber ifjú. És őrájuk is halálbüntetés várt volna. Ismét szól Dániel az udvarmesterek fejedelmének, ismét kéri, hogy hallgassa meg őket, és vezesse őt a királyhoz. És elmegy Dániel a királyhoz, és időt kér, hogy megkérdezhessék az Istent, hogy mit is adott az Isten, mint álmot, mint egy a történelmet profétikusan kijelentő álmot a babiloni királynak. Mert ebben biztosak Dániel és társai, tényleg egy rendkívüli dolog áll fenn, itt biztos Isten keze van a dologban. És Dánielnek megjelentette az Isten az álmot éjjeli látásban, és elmondta neki az álom értelmét is. Dániel hálát ad, és a következőt olvassuk a könyv második fejezetében. Szól Dániel és mondta, áldott legyen az Istennek neve örökkön örökké, mert övé a bölcsesség és az erő, és ő változtatja meg az időket és az időknek részeit, dönt királyokat és tesz királyokat, áld bölcsességet a bölcseknek és tudományt az értelmeseknek. Ő jelenti meg a mély és elrejtett dolgokat, tudja, mi van a sötétségben, és világosság lakozik vele. Néked adok hálát, atyáimnak Istene, és dicsérlek én téged, hogy bölcsességet és erőt adtál nékem, és mostan megjelentetted nékem, amit kértünk tőled,
mert a király dolgát megjelentetted nékünk. Mielőtt felidézném majd az álmot és az álom értelmét, ami a Bibliának az első nagy proféciája, így is tudjuk mondani, hogy a Biblia első nagy történelmi vázlat proféciája, 10 ilyen profécia van a Bibliában az egész emberi történelmről, ezek vázlatosan mutatják be a történelmünket, de a történelmünk egészére vannak tekintettel. Jónak láttam felidézni ezt a részt, mert itt Dániel bizonyságot tett arról, hogy a történelem Isten kezében van, bár az emberek úgy gondolják, hogy ők alakítják a történelmet, és bizonyos értelemben így is van, de az Isten jóváhagyásával, tudtával történik minden. Az Isten az, aki megenged bizonyos dolgokat, ha az ember ezt akarja, akkor az Isten megengedi. Az Isten előre kijelenti azt, hogy mi fog következni egy bizonyos döntésből, egy bizonyos hatalom vagy hatalmi csoportoknak a viselkedéséből, magatartásából. Isten az, aki ezeket az a történelemben előttünk levő eseményeket meg tudja jelentetni. Így mondta már Ámos prófétának Dániel előtt néhány évtizeddel, hogy semmit sem cselekszik az én uram az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak. És maga Jézus Krisztus is ezt mondta a tanítványoknak, hogy nem szolgák vagytok, barátaimnak mondalak titeket. A szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura, de én barátaimnak mondalak titeket, és amiket az atyámtól hallottam, megjelentettem néktek. Nem mindig hívő ember kap profétikus kijelentést, nem ez az első eset a Bibliában, amikor egy pogány király kap jövendőlést a történelemről. Már Mózes első könyvében, a Genézisben olvashattunk az egyiptomi fáraónak az álmáról, amelyben Isten a 7 bő és a 7 szűk esztendőt jelentette ki előre. Az 14 évre előrevetített álom volt, ez viszont az egész világ történelme, tehát mostantól visszafele számolva egy 2600 évet átfogó álom volt, amit Nabukodonozor látott, és ennek az álomnak a részletezésébe szeretnék majd belebocsátkozni az elkövetkezendő televíziós előadások során. De most még egyetlen egy verset szeretnék felolvasni, hogy miután Dániel hálát mondott azért, hogy az Isten hozzásegítette őt, hogy lássa ezt az álmot, meg tudja mondani majd Nabukodonozornak ennek az álomnak az értelmét, Dánielnek a hála után, a köszönet után mi volt az első gondolata, mivel fordult a király főemberéhez. Bement azért Dániel Ariókhoz, akit rendelt a király, hogy elveszítse a babiloni bölcseket, elment azért és mondta neki, a babiloni bölcseket ne veszítesd el, vígy engem a király elé, és a megfejtést tudtára adom a királynak. Kedves nézők, kedves hallgatók, nagyon jól meg kell jegyeznünk ezt a verset, és nagyon kell értékelnünk ennek a versnek valóban hatalmas jelentőségét. Egy nagy emberi értéket állít elénk ez a vers. Dániel már tud valamit, a társai is tudnak valamit. A halálbüntetés még érvényben van. Mi az első gondolata Dánielnek és társainak? Nem az, hogy a maguk életét óvják és mentsék, hogy mi már tudjuk a megoldást, mi életben maradjunk. A babiloni bölcseket ne veszítesd el, mondja Árióknak, az udvarmesterek fejedelmének. Tehát ezekben a héber ifjakban nem csak bátorság volt, nem csak tetrekészség volt, nem csak fürge elme volt bennük, igazi szeretet is volt bennük. Az elmúlt előadásokban a szeretet himnuszát vizsgáltuk, és azzal zártuk le az előadás sorozatot, hogy a Biblia valami rendkívüli dolgot mond a szeretetről, hogy a szeretet gyakorlása nem érdem, hanem a szeretet gyakorlása tartozás. Nem érdem, ha valakit szeretünk. Tartozunk az embereket szeretni, ha mi megtapasztaltuk azt a minden emberinél nagyobb szeretetet, amiben részesültünk már az életben. Ha mi ennek tudatára döbbenünk, akkor nem érdem az embereket szeretni. Tartozás, kötelezettség. Így szerette Dániel a teljesen más vallású, teljesen más szokású, az övékével teljesen ellentétes gondolkozású babiloni bölcseket. Az életük volt fontos számukra. A babiloni bölcseket
ne veszítest el. A szeretet nem érdem, a szeretet tartozás. Dániel könyve tele van a szeretetnek apró, kisebb, de nagyobb megnyilvánulásaival is. Dániel könyvének is a középpontja az a Jézus Krisztus, aki innen e könyv 7. fejezetéből vette az emberfia elnevezést, a róla szóló proféciából emelte ezt önmagára, amikor a Földön járt. És ne felejtsük el, hogy Máté Evangélium a 24. fejezet 15. versében úgy beszélt Jézus Dániel könyvéről, ezt mondta, aki olvassa, értse meg, érthető könyv ez is, a szeretet nyújt kulcsot hozzá. És Krisztus szavából, a szeretet szavából most kibomlik az emberi történelem, amit majd a következő előadásokon veszünk szemügyre. Most egy Dánielhez hasonlóan sokat szenvedett francia zeneszerzőnek, Goudimelnek egy bibliai igét feldolgozó dalát hallgassuk meg befejezésül.